Köszöntöm nézőinket! Önök a Trio TV hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják. Főbb témáink címszavakban. Programsorozattal tisztelget Móra István emléke előtt a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület október 24-én Félegyházán. Október 22-én megalakult a félegyházi roma nemzetiségi önkormányzat. Az ülésen Búza Flóriánt választották meg társadalmi megbízatású elnöknek. 3-1 arányban legyőzte a Tisza Alpár együttesét a KHTK 2 a Megye 2-es labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. Programsorozattal tisztelget Móra István emléke előtt a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület október 24-én Félegyházán. A Konstantinum intézménynél felavatták az író emléktábláját, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban pedig bemutatták a Versek című kiadványt, amely 1894. november 18-án jelent meg először. Az akkori közönség és a kritikusok egyaránt elismeréssel fogadták a kötetet. A rendezvény sorozat részeként október 21-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban mutatták be először az érdeklődőknek Móra István Versek című kiadványát. A Konstantinum intézmény diákjainak jóvoltából részletek is elhangzottak a könyvből. Október 24-én délelőtt megemlékezést tartottak az író Deák Ferenc utcai szülőházánál, majd délben emléktáblát avattak a Konstantinum intézménynél. Beszédet mondott Mindák József igazgató és dr. Tarjányi József, az emléktábla elhelyezésének kezdeményezője. Ezt követően a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban ünnepélyes keretek között mutatták be Móra István Versek című kötetét. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke beszédében méltatta az írót. Szakoné dr. Szabó Klára hangsúlyozta, Félegyháza az elmúlt évtizedekben sokat tett azért, hogy az emberek megismerjék Móra István munkásságát. Ez a rendezvény sorozat pedig szintén ezt a célt szolgálja. 1894 jelentős irodalom történeti évforduló Kiskun Félegyházán, hiszen Móra István itt született a városunkban, itt végezte a tanulmányait, első versei is itt jelentek meg, Félegyháza Hírlap című folyóiratában. Móra Ferenc mellett nagy értékünk Móra István írónak, költőnek irodalmi hagyatéka. A Versek című kötet megjelenésének történetét a Móra Emlékbizottság ügyvezető elnöke ismertette. Kapus Béláné elmondta, a Félegyházi Hírlap és a Szegedi Napló is megjelentette Móra István verseit. A kedvező fogadtatás adta az ötletet arra, hogy ezeket kötetbe rendezze az író. A könyv végül 1894. november 18-án jelent meg. A közönség és a kritika egyaránt elismeréssel fogadta. Móra István Jászkarajenőn, Mindszenten, Orvoson és Zenta mellett tanított, és ennek az időszaknak a terméke tulajdonképpen ez a kötet. Mert ott, amikor tanított, méghozzá nem is mind a négy helyen, hanem Zentán, meg, illetve Orvoson meg Zentán, akkor írta ezeket a igazán gyönyörű szép verseket. A Móra István születésének 150. évfordulója alkalmából megtartott programsorozat zárásaként kiállítást is megnyitottak a Hattyúházban. Nem csak a Móra család levelezését, hanem más értékes dokumentumokat, valamint Burkhardt Ferenc és Tolnai Tibor fotóit is megtekinthetik az érdeklődők. Súlyos baleset történt ma az 5-ös számú főúton Pálmonostora határában. Árokba csapódott és kigyulladt egy személygépkocsi. Egy kis busz sofőrje segítségnyújtás miatt megállt, a járműbe azonban beleszaladt egy tehergépkocsi. A rendőrség teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést. Az esethez mentőhelikoptert is riasztani kellett. A sérülteket a kiskunfélegyházi tűzoltók szabadították ki a járművekből, de a kecskeméti és kisteleki egységek is a helyszínre érkeztek. További rövid híreink következnek immár képekben is, amelyben szó lesz a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló üléséről, az MB2-es kézilabda bajnokságról, valamint a Félegyházi Asztali Tenisz Sportiskola legutóbbi verseny eredményéről. Október 22-én megalakult a Félegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az ülésen dr. Andrássy Ádám, a választási bizottság elnöke tájékoztatást adott a szavazásról, amelynek eredményeként Buza Ferenc Jánosné, Búza Flórián, Kecskeméti István és Szabó Elizabeth került be a képviselőtestületbe. Mindannyian a lungodrom színeiben indultak a választásokon. Az ülésen esküdtettek a képviselők, majd döntöttek a szervezeti és működési szabályzatról is.
Az alakuló ülésen Buza Flóriánt választották meg társadalmi megbízatású elnöknek. Az elnök helyettesi feladatokat Szabó Elizabeth látja el. Tartja a lépést az éllovasokkal a Kiskunfélegyházi Honvéd TK MB2-es kézilabda csapata. Az elmúlt héten a Balmazújvárost fogadta a félegyházi csapat, amely magabiztos játékkal 30-24 arányban megnyerte a találkozót. Ezzel az eredménnyel már 9 pontos a Honvéd, a tabellán jelenleg a harmadik helyen áll az egyesület. A Mezőtúr hibátlan teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, második helyen a Törökszent Miklós található. A következő fordulóban november 9-én az új kígyós együttesét fogadja a KHTK. A papírforma alapján félegyházi győzelemben bízhatnak a szurkolók. 6-2 arányban vereséget szenvedett az Extraliga 6. fordulójában a félegyházi asztalitenis sportiskola a Komló otthonában. A sportiskola a következő fordulóban a legfőbb bajnok esélyest, a CVSE együttesét fogadja november 21-én a Kossuth Lajos szakiskola tornacsarnokában. A 10 csapatos extraligában vereségével mindössze a 9. helyet foglalja el a félegyháza 13-33-as meccsarányjal. Az utolsó helyen a Pénzügyőr második számú csapata áll. Az első helyről a CVSE várja a folytatást, második a PTE, harmadik pedig a Pénzügyőr ese. Bár a KHTK 2 volt a pályaválasztó a Megye 2-es labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában, mégis Kecskeméten a Műkertvárosi Műfüves pályán kellett megrendezni a Honvéd Tisza Alpár elleni rangadóját október 25-én. A félegyházat is érintő hatalmas esőzés nem tette lehetővé, hogy lejátsszák a mérkőzést a Honvéd sporttelepen. A találkozót végül 3-1 arányban megnyerte a KHTK 2. A KHTK 2 ezúttal nem a Honvéd sporttelepen fogadta ellenfelét. Az elmúlt hét második felében a hatalmas esőzés szinte használhatatlanná tette a pályát, ezért a mérkőzés előtt nem sokkal úgy döntött a szakosztály, hogy új helyszínt keresnek, ami ráadásul komoly kiadást is jelentett a klubnak. A Tisza Alpárt Kecskeméten a Műkertvárosi Műfüves pályán fogadta a Honvéd, amely végig meggyőző fölényben játszott és magabiztos teljesítménnyel 3-1 arányban megnyerte a mérkőzést. A jó szereplésben az is közrejátszott, hogy a KHTK megye 1-es csapata ezen a hétvégén nem játszott, így többen is lehetőséget kaptak a bajnok csapat keretéből. Sajnos az elmúlt héten nagyon sok eső leesett itt Kiskunfélegyházan, így a pályánk használhatatlan volt mindkettő, mert ugye a Honvéd pályán a hátsó pálya is, ami a boxteremnél található, az is hiteles, tehát mérkőzést lehetne rajta játszani. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy most talán jobb állapotban is van, mint a főpálya, mert ugye a főpályán nagyon sok mérkőzés, edzés van, és sajnos nem tudják úgy gondozni, amennyire igénybe van véve. Felmerült a találkozó elhalasztásának lehetősége is, de ezt egyik fél sem akarta, tekintve, hogy zsúfolt a bajnoki menetrend, és később akár ennél is rosszabb időjárási körülmények is bekövetkezhetnek. Konzultáltunk a Tisza Alpárról, és ők se akartak halasztani, mármint időben mérkőzést. Mi se szerettük volna elhalasztani, mert ugye így, hogy belemegyünk, tehát a bajnokság végére lehetett volna tenni, ugye akkor ütközik a Megye 1-es mérkőzéssel is, például egy, hogyha mondjuk a Megye 2-es bajnokság utolsó hete utáni hétre tettük volna, akkor ugye hazai meccse van pont a Megye 1-es brigádnak, tehát például az is ütközik, ugye az időjárás valószínűleg jobb már nem lesz. A KHTK 2 22 ponttal jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban. November 2-án a Jakabszállás otthonába látogat a Honvéd, majd november 8-án rangadóra kerül sor, mivel hazai pályán a második helyen álló Lajos Mizse csapatát fogadják. Elfogták és őrizetbe vették a kecskeméti rendőrök azt a 36 éves kunszálási férfit, aki a megalapozott gyanú szerint valótlan adatokat jegyeztetett be a cég nyilvántartásba. A kecskeméti rendőrkapitányság vizsgálati osztálya csalásbüntet és közokirat hamisítás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a férfi ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint május 27-én és 28-án egy KFT nevére kiállított tankolási kártyával Érden és Kiskunfélegyházán üzemanyagot vásárolt, azonban annak ellenértékét nem térítette meg. A nyomozás adatai szerint a terhelt több gazdasági társaságot érintően közreműködött abban, hogy a cég nyilvántartásba valótlan adatokat jegyezzenek be a vezető tisztségviselők, illetve a tagok személyét illetően.
Anyagi ellenszolgáltatást ígérve rábírta ismerőseit, hogy valódi szándékuktól eltérően átvegyék különböző cégek irányítását, azonban a bejegyzett személyek ténylegesen nem végeztek gazdasági tevékenységet. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Programsorozattal tisztelgett Móra István emléke előtt a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület október 24-én Félegyházán. A Konstantinum intézménynél felavatták az író emléktábláját. Október 22-én megalakult a Félegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az ülésen Búza Flóriánt választották meg társadalmi megbízatású elnöknek, az elnök helyettesi feladatokat Szabó Elizabet látja el. 3-1 arányban legyőzte a Tiszalpár együttesét a KHTK 2 a Megye 2-es labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. Az esőzések miatt nem a Honvéd sporttelepen, hanem Kecskeméten fogadta ellenfelét a félegyházi csapat. Ez volt a Kiskun Krónika október 28-án. Maradjanak velünk továbbra is, hamarosan megtudhatják, hogy milyen időnk lesz holnap. Híradónkat megismételjük 20 órakor, 22 órakor és 23 órakor, valamint holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig szerdán 19 órakor jelentkezünk. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a www.félegyházitv.hu címre, ahol korábbi adásainkat megtekinthetik, valamint véleményeket meg is oszthatják. Figyelmüket megköszönöm, viszontlátásra!